Jó napot kívánok, köszöntelek benneteket, kedves hatodik osztályos tanulók! Engem Radákovics Huszta Orsolyának hívnak, és a Szabadkai Gyúrószalai Általános Iskola magyar tanára vagyok. Közeledik az év vége. Ilyenkor összegzünk, átnézzük, hogy mit tanultunk ebben az évben, és azt hiszem, hogy irodalom szempontjából nagyon sok mindent tanultunk. Éppen ezért arra kérlek benneteket, hogyha nagyon nem is nyitogatjuk most a könyvet, mert nagyon sok képet készítettem nektek, azért legyen nálatok a hatodikos könyvetek, hogyha mégis belelapoznátok egy-egy irodalmi szövegbe, irodalmi anyagba, akkor meg tudjátok tenni. Mik is azok a műnemek és műfajok? Ezt nagyon fontos tisztáznunk, mert valószínűleg évelején ezzel kezdtétek, viszont ezzel kell befejeznünk is, hogy átfogó képet kapjunk erről az anyagrészről. Olyan kategória, amelybe különféle szempontok szerint csoportosítjuk az irodalmi mű, műveket. Szám szerint három ilyen kategóriát különböztetünk meg, amelyeknek műfajai vannak. Ezekről lesz most szó a mai órán. A műnemegen belül pedig kisebb kategóriákat használunk, kisebb kategóriákat különböztetünk meg, és így kapjuk meg a műfajokat. De melyek ezek a műnemek, és melyek ezek a műfajok? De azt mondtuk, hogy három nagy műnemet különböztetünk meg a magyar irodalomban, ilyen a líra, az epika és a dráma biztos ezt minden egyes órán a magyar tanárotok elmondja, és ez nagyon fontos, mert enélkül nem mehettek majd 8. osztály végén a kísérettségre. Mert ilyen feladat szinte minden egyes alkalommal, minden egyes teszt sorban benne van, ezért ezt muszáj, hogy belevésétek a kobakotokba. Nézzük, tehát a líránál nagyon sok műfajt különböztetünk meg, én most példának csak háromat hoztam nektek, viszont a későbbiekben megtárgyaljuk, hogy melyekkel ismertekedtünk meg a hatodik osztályban. Tehát műfajai a lírának lehet a dal, a himnusz, az óda, az elégia, az epigrama és így tovább. Az epika nagy csoportjába tartoznak a novellák, a regények, a mesék, tehát hogyha olvastatok házi olvasmányt, már pedig biztos, hogy olvastatok, akkor regényt fogtatok a kezetekben. A dráma műfajába tartozik a tragédia és a komédia, viszont van egy, még, egy, még egy kategóriája a drámának, ez pedig a tragikomédia lenne, amiről szintén lesz majd szó ennek a kettőnek az ötvözete. Nézzük, hogy mit jelent a líra. A műnem még az ókorban alakult ki, Először, először a görögöknél, majd pedig a rómaiak körében is elterjedt és nagyon népszerű volt. A lüra szóból származik, jelentése land, pengetős hangszer, zenekísérettel adták ezt elő. Témája az egyén, az én világa, a lírai én reakciója a valóságra. Jellemzői, hogy érzelmekkel átfűtött, élményszerű, többértelmű tömör, és szemléletes, tehát azt, amit olvasunk, az nagyon sokszor megelevenedik előttünk, vagy bennünk érzések formájában. Az első ilyen műfaj, amit megemlítenék, az a dal, mert hogy nagyon sok dallal foglalkoztunk hatodik osztályban. A dal a mindennapi élet eseményeihez kapcsolódó, egyszerű érzelmeket kifejező, egységes hangulatú, többnyire kis terjedelmű, Költemény. Tehát, hogyha egy kis verset látsz, egy kis versike van előtted, az legtöbbször dal. Nem minden esetben, de az kiinduló pontnak jó lehet. Érzelmeket közvetlenül ad elő, tehát legtöbbször hiányzik belőle az elmélkedés, az elbeszélés, vagy a dramatikus elem története összefonódott a dallammal, ezeket a verseket eredetileg a régi időkben énekelték, ugye azt is mondtuk, hogy a lűra eredetileg lantot jelent. Nagyon fontos vers, amit tanultunk, Radnuti Miklós Éjszaka című verse. Egy vangok képet láttok itt, ami szintén ugye az éjszakát mutatja. Ez az érzelmekről szól, költői képekkel mutatja be az érzelmeket. Ez egy kisebb terjedelmű vers, ahogy mondtuk is, hogy a dal kisebb terjedelmű, csak 8, 8 soros költeményről van szó. Radnóti verseivel tovább ismerkedtünk, mert hogy megismertük, elolvastuk a Bájoló című versét, ami igazából egy szerelmi dal, szintén egy nagyon rövid versről van szó, nagyon rövid sorokkal próbálta meg átadni az érzéseit Radnóti, a természeti kép és a lírai én érzelmei állnak párhuzamba. Ezután, hogy még mindig a dalról van szó, ilyen volt Adi Endre fölszállott a pávája. Legfőbb jellemzői az ismétlődés, az ellentét, a refrén, a virág és szín szimbolika, a természeti képek, amik ugye legtöbbször a természeti képek a népdalokra reflektálnak, és azért is nem fogom most felolvasni a verset, viszont azért mutattam be szemléletességképpen, hogy lássátok, hogy keretbe foglalja a verset a népdallal. Tehát így is indul fölszállott a páva vármegye házra sok szegény legénynek szabadulására. Tehát ez egy népdalból vett idézet, és aztán ezt egy kicsit újra gondolja, tovább gondolja a Endre. Juhász Gyula. Tiszai csönd, itt a költőt látjátok a képen, és azért választottam ezt a képet, mert igazából ez az a pillanat, ez az az impressionista kép, ami megjelenik előttünk, hogyha elolvassuk a, a verset. Tehát egy impressionista versről is van szó. A Tiszai csönd olyan, mint egy festmény. Igazából nem történik benne semmi, a látvány és a hangulata fontos. Tehát ugye itt nincs elbeszélés, nincs leírás tanultunk a zsoltárokról. De mik is azok a zsoltárok? Látjuk Adi Andrét itt a képen, tehát az ő nevéhez fog majd fűződni a zsoltár. A zsoltár verses imádság, olyan, mint a himnusz, eredetileg az Ószövetségben, tehát a Bibliában található 150 vallásos ének gyűjteménye. A zsoltárok legfőbb témája az Istenhez fűződő viszony. Adi fölföl -föl dobott kő című verse, egy zsoltár. A zsoltárokban úgy szólnak Istenhez, ahogy Adi Endre ebben a versben a hazához. Tehát igazából neki a haza olyan, mint Isten. Tied vagyok én nagy haragomban, nagy hűtlenségben, szerelmes gondban. Tehát mindent elmond ez a két vers sor ebből a versből és Kosztolányi Dezsőt sem hagyhatjuk ki, már csak azért sem, mert városunk szülöttjéről van szó. Több versével is megismerkedtünk a hatodikos olvasókönyvben. Az iskolában 60-an vagyunk című versével. Ez a szegény kisgyermek panaszainak az egyik darabja. Ugye ez egy versciklus, nagyon fontos, hogy itt nincsenek címek, viszont így kezdődnek, mindig az első sorok adják a címet. Az iskolában hatvanan vagyunk, mint aki a sinek közé esett. Igazából a ami zöldel van jelölve, tehát mint aki a sinek közé esett, ez egy ajánló, egy bevezető volt a versfüzérben a halálról van benne szó, és ez nagyon fontos, hogy, hogy Kosztolányi Dezső felnőttként írja meg ezeket a verseket. Tehát inkább ezek ilyen, olyan érzések, olyan visszaemlékezések, amelyek gyermekkorában történhettek meg vele. Szabadkai gyermekkéveket idézi meg felnőttként, a versekben a gyermekkosztolányi látásmódja keveredik a felnőtt látásmóddal. A verseknek nincsenek címei, ugye ezt elmondtuk már, lazán egy vers fűzéré vannak összefűzve valamilyen gondolati, tartalmi hasonlóság alapján. Látjuk kosztolányi arcképét. Lent. És elérkeztünk a következő nagy egységünkhöz. Nagyon sok verset olvastunk még, azt hiszem, hogy ha nem is ezek a legfontosabbak, de ezekre nagyon jó visszaemlékezni. És nézzük az epikát. Ahogy itt ez a kép is mutatja, tehát az epika nagyon szerte Van benne idő, van benne cselekmény, vannak benne helyszínek, rengeteg szereplő. Tehát itt ez a nagy halmaz, ez a nagy szerte is mutatja, hogy mi magában az epika a görög epikos származik, jelentése elbeszélni, elmondani. Kialakulás, ami Krisztus előtt a 8. 7. században Homérosz idejére tehető. A mű ábrázolja a történést, a cselekvést, a hős fejlődését, a vívódásait, a konfliktusait, magát, a közeget, a környezetet, amelyben az esemény játszódik a szereplők sok oldalúan jellemzettek, tehát megismerjük, hogy milyenek ők, milyenek a tulajdonságaik, és ezeket a párbeszédek és az elbeszélés, a leírások alapján tudjuk meg. Három műfai csoportosítása van. Eredete szerint lehet népköltészeti alkotás, ilyen a mese, a monda, műköltészeti alkotás, ilyen a műmese, műmonda, ugye, amikor már írója is van ritmikai forma szerint lehet verses epika, például elbeszélő költemény eposz, és a nagy prózai alkotások, a mesék, a mítoszok és a regények. Terjedelme szerint pedig nagy epikai alkotások, amelyek nagyobb terjedelműek, több szálon futó cselekményekről van szó, sokoldalúan jellemzettek a szereplői, műfajai lehet a regény és az eposz. Valamint vannak a kisepikai alkotások, amikor egy szálon fut a cselekmény, kevés a szereplő, műfajai pedig a novella és a mítosz. Tehát a mítosz mind a két helyre igazából tartozhat a terjedelemtől függően. Nézzük a novellát. A novella rövidebb terjedelmű mű, kerüli a részletező mellékszálakat, egyenletes tömörséggel halad a csúcspont felé, és ezt elérve meglepő fordulattal, csattanóval zár. Apa-fiú kapcsolatokról olvashatunk két novellában is. Az első a Németh István színötös című novellája, a másik pedig Kosztolányi Dezső házi dolgozat című novellája, ahol az apafiú kapcsolat fontosságára kerestük a válaszokat, remélem, hogy meg is találtátok. Miért vannak itt legyek? Azért vannak legyek, mert volt két legyekről szóló olvasmányunk. Az egyik egy novella volt, Mándi Iván a Légyvadász című novellája, ennek a novellának két jelentése van. Az elsődleges jelentése, mint ahogy mondja, és légy vadász, tehát maga a vadászat, mint a lételem fogalma, hogy vadászni kell. A másik, másodlagos jelentés pedig a halott testvérével folytatott képzeletbeli párbeszéd, filozófikus gondolatok jelentek meg, maga a hiány, a várakozás és az úton levés motívuma. Hogyha szeretnétek föleleveníteni, márpedig én azt gondolom, hogy egy igen izgalmas olvasmányról van szó, akkor olvassátok újra már a nyári szünetben. A másik legyekről szóló olvasmányunk Nagy Lajos, a Légy című. Ö, igazából karcolata, de mi is az a karcolat, szintén az epikához tartozó műfaj. A 19. században a napi sajtó jellemző műfaja, tehát az újságírásnak a, a műfaja, ma inkább már úgy mondanánk, hogy riport, de ez mindig egy csattanóval végződő irónikus, szemléletű, kritizáló célzattal megjelenő ö, írás. Ebben az esetben a lég tulajdonságaiban emberi vonásokra lelünk. Szójátékok, szólások, közmondások teszik a szöveget sokszor humorossá, irónikussá. Tehát novella és karcolat. Ezután azt mondtuk, hogy a népmonda is az epikához tartozik. Egy helyi vagy természeti mondával is megismerkedtünk, ez volt Csörszés és Déli Báb, a királylány és ugye a szerelme, beteljesületlen szerelme. Valós is kitalált elemeket is tartalmaz, mint általában a mondák vagy mítoszok. A közlésmódok, ugye, megegyeznek ugyanúgy minden más epikai műfajjal, elbeszélő, leíró részeket tartalmaz, párbeszédet és a monológot is ugyanúgy megtalálhatjuk ebben a népmondában. A fiatalok szerelme beteljesületlen marad, délibáb királylány neve is utal erre, csörsz, meghal, az árok ásását nem fejezik be, délibáb boldogtalan marad. Ifjúsági regények két házi olvasmányotok is volt, amelyet remélem elolvastatok. Két nagyon izgalmas házi olvasmányról van szó. Én kérlek benneteket, tegyétek meg, hogy pótoljátok, mert azt hiszem, hogy erre a két olvasmányra nagyon jó visszaemlékezni, később felnőtt korotokban is, és nagyon könnyen bele tudjátok élni magatokat a, a szereplők helyébe. Ilyen a Gion Nándor, a Káro katonák még nem jöttek vissza. Ugye Gion Nándorról elmondtátok, hogy egy vajdasági születésű íróról van szó, szent Tamáson született. Megható történet a barátságról és a szeretetről. Itt részletes leírást kapunk magáról a környezetről, megismerjük az élővilágát ö, Szent Tamásnak, vagy a, ott a, a folyónak. Párbeszédekből megismerjük a szereplők tulajdonságait, a jót is és a rosszat is. Molnár Ferenc a Pál utcai Fiúk című ifjúsági regénye Budapesten játszódik. Ugye, ahogy majd mondja is, tehát a fiúk a főszereplői, két nagy csoportról van szó, a pálucai fiúkról és a vörösingesekről. ingesekről. Cselekmény az író képzeletében született szereplői diák mintázta, tehát vannak önéletrajzi példái, példák is a műben, a, meg, a regényben megjelenő helyszínek is valóságosak, és még ma is megtalálhatóak, ha már nem is ugyanabban a formában, mint száz évvel ezelőtt. Mind a kettőre jellemző, hogy nagy terjedelmű műről van szó, sok szereplővel és több szálon fut a cselekmény. És elérkeztünk a, nagy, a harmadik nagy műnemünkhöz, a drámához, ahol szintén azt látjuk, hogy ilyen nagyon szerte ágazó kép van előttünk, viszont a színház van a középpontban. Tehát a drámákat, azokat mindig a közönségnek szánják, színpadra szánt művekről van szó, ami nem azt jelenti, hogy nem lehet elolvasnunk, természetesen el lehet, viszont nagyon könnyű ebből színdarabot ö, előadni. Színpadra szánt történetet előadó mű cselekményét párbeszédes formában jeleníti meg, és ez a legfontosabb a drámánál, hogy nincsen leírás. A cselekmény a tér és az idő hármas egységében jelenik meg. A dráma műnemébe tartozó legfontosabb műfajok a tragédia, a komédia és a tragikomédia. A tragédia elnevezés a görög tragódia, vagyis kecskeinek szóból származik, olyan drámai mű, melynek cselekménye tragikus végkimenetelő. Formailag az ókori görög tragédia adja a mintát, ilyen például Sophoklész Antigonéja. A komédia a görög komosz, vagyis gundal szóból származik, a műfaj meghatározó esztétikai minősége a komikum, tehát maga a nevetés, a nevetséges tevés, ilyen Shakespeare-Szent-Iván álom című drámája, vagy komédiája, egyébként Shakespeare-nél nagyon sok komédiát találunk. Tragikomédia, mai értelemben a tragédia és a komédia tulajdonságait egyesítő drámai műfaj, amelyben a hős szubjektív tragédiája komédiának minősül. Tehát igazából a főhős, hogyha meg is hal, vagy csatát vesz, akkor nem sajnáljuk, hanem igazából nevetünk rajta. Ilyen például a tóték. És az olvasókönyvünkben is találunk drámát, méghozzá Beszédes István tollából a szín. Itt látjuk Beszédes István arcképét. Igazából ez egy libretto, de mi is az a libretto? Olaszul könyvecske. A zenés művek például az opera szövegkönyvét jelenti, tehát opera, operácska lenne. Ez egy tíz jelenetből álló, 18 szereplős színdarab. És nagyon fontos maga a perpetuum mobile, vagyis az örök mozgás ebben a, ebben a drámában. Talán az idő az, ami igazából így megjelenik tehát itt látjuk a perpetuum mobilét, vagyis az örök mozgót. Átmeneti műfaja is vannak a magyar irodalomnak, amelyek epikai, lirai és drámai elemeket is tartalmaznak. Ilyen a ballada. Ugye azt mondtuk, hogy ötvöződik ebben is, mindhárom mű nem. Ez általában verses formájú, rövid epikus mű, amely többnyire egy-egy tragikus eseményt ír le lírai színezettel, tehát mindenféle, verses formában mondunk el egy történetet. Előadásmódja tömör, szaggatott, és megtaláljuk benne a párbeszédet. Vannak nehezen érthető részei is, amelyek általában hiányos szálak, amit nem tudunk konkrétan, nem tudunk meg a balladából, ezt hívjuk balladai homálynak. És találkoztunk balladával hatodik osztályban, Biztos meg is kellett tanulnotok belőle jó pár versszakot. Ilyen volt Arany János Velszi Bárdok című műve, amely egy történelmi ballada, és a költő Edvárd király személyébe rejtette el Ferenc Józsefet, az akkori ném-osztrák császárt, akivel nem igazán szimpatizált. A sor, ö, sorsfordulókat mutatott ő itt be, a bárdok halálát, a király megőrülését biztos emlékeztek rá drámai közlésformák, a párbeszéd, a király és a velszív főurak, valamint a király és a bárdok között, király és a lord major között. Románcos ballada volt Arany János Mátyás anyja című balladája. Ez azért románcos ballada, mert itt nem történik tragédia, Tehát igazából itt egy happy endel végződő, történetről van szó, tehát azt mondjuk, hiányzik a tragikus befejezés, a fiú él, ugye a tíz éves Mátyás királyról van szó, amelyen válaszát elhozza a holló a börtönből, és az anya pedig boldogságában áldást mond, itt látjuk az édesanyát Szilágyi Erzsébetet. A Ludas Matyi is egy elbeszélő költemény, olyan mű, amely eseményt beszél el versben. Nagyon fontos, hogy ilyen pazekas Mihály tollából származik. Főhőse jellegzetes és népies figura, és a történet szövése népmesei verses formában ö, olvasható, amely, hogyha láttuk a mesét korábban, akkor nagyon furcsa és nagyon elképzelhetetlen, hogy ezt versben írta meg az író. Elbeszélő költemény még a toldi, amely valószínűleg szintén házi olvasmányotok volt, 12 énekből áll, több epizódot is tartalmaz. Ilyen volt a Farkas Kaland vagy a Bika Kaland. Toldi Miklós, aki egy erős, délceg fiatal fiú, olyan, mint egy népmesei hős, próbákat kell kiállnia, hogy aztán elnyerje méltó jutalmát. És egy nagy összefoglalást mutatnék itt nektek az óra végére. A ha pedig kicsit bővebben szeretnétek még hallani, vagy nem értettétek meg teljesen, hogy mik is azok a műnemek, akkor az Anza TV mutat nektek, elmondja talán akkor konkrétabban, tömörebben és rövidebben is, hogy melyek azok a műnemek. És én ezzel megköszönném a figyelmeteket viszontlátásra.